csatolva a csillambali kifejezéshez, pár alá ezelőtti. Tulajdonképpen mondjuk a csillambalik lehet ez, aki az a vega, vegetánus, és csak csillát eszik. Nyilván, hogyha csak csillát eszik, akkor csak ugye vegetánus, akkor nem eszik húset. De egyébként így jelent egy vega ember mindenképpen, aki csak csillát eszik. És most úgy, ha elgondolom, hogy a boltban, amikor én megvettem először a buta csillát, a pelyhek formájában, sárga pelyhek, a vasodó pelyhek formájában, akkor a legelső gondolatom az jutott eszembe róla, hogy ez olyan geci szagú. És arra gondoltam, hogy hát persze megeszem, akkor fú, akkor recív leszek, férfi, macsó, mit tudom én. Szóval megfordult a fejembe ez is, nem ezért lettem. És mi van akkor, hogyha gyakorlatilag egyszerűen tartalmaz egy olyan hormonszerű anyagot, ami hasonlít a férfi nemi hormonra, innen a szaga is, és innen a hatása is. Mert aki csirabalik, és csak csirát eszik, az rengeteg külső ilyen férfi nemi hormonszerű anyagot visz be a szervezetbe. Tehát elnyomja a saját hormon termelését a szervezetnek, viszont mivel a két hormon nem pont azonos, egy, hogy ugye függőség alakul ki, tehát ugye így degradálja, tehát elsorvasztja a saját nemi mirigyeit, kettő pedig, hogy mivel a két anyag nem egyforma, tehát csak az egyik valódi hormon, ugye, mint a testtelmen, és ez meg csak egy hormonszerű anyag, azért a hatása is más. És némi jellegzetességet mutat a férfi nemi hormon által termelt, vagyis létrehozott szervezeti változásokban, a búzacsirában lévő hormonszerű anyag is, tehát ennek a hatásai a szervezetre, de mivel nem tökéletes a módszer, azért nyilvánvaló a csíra balik olyan lesz, mint amilyen. Nagyon csíra. Mindenképpen negatív értelmű szó. Nagyon vigyázni kell vele. És különben minden elvigyázni, az amnak kávé. A kávé is energiát ad, de hozzászokást okoz. Talán a ginseng is ilyen, nem tudom, azt még ki kell próbálni. De ugyanígy a búzacsira is. Tehát a külsőleg, és ez egy terápiás dolog, hogyha a külsőleg, tehát egy pont mint a, ami nekem kéne kezelés a mellékvesémre, a szubsztitúciós kezelés, magyarul az egy anyag helyett adunk egy másik anyagot, az anyag, ami nem termelődik a hormon, mellékvese hormon, helyett adunk mondjuk prednizont, egész élete során kell adni, és pont ez a lényeg, hogy azért, hogyha az ember belekezd, akkor ez ugye kiírja teljesen a maradék mellékveseit is, és innentől kezdve függő lesz a külső bevitelre, és bármilyen ilyen kezelés, a szubsztitúciós kezeléseket ugye evitálni kell az egészségügyből, mert ezek rontják el, ezek degradálják az embert, és valahogy a szubsztitúciós kezelés ellentétének én az edzéses kezelést látom. Tehát az edzés az, ami a megfelelő kezelés, amikor támogatjuk a szervezetet erőforrásokban, viszont ki is használjuk, maximális használati szintre emeljük azt a testrészt, amit akarunk fejleszteni. És akkor itt felmerül a téma, hogy akkor nyilván, aki férfiasabb akar lenni, egyfolytában szexre kell gondolni, meg akarjuk elfogadni minden gondolata, egyfolytában nem élveznie kell, hanem ugye magunk, és kell legyen, hogy termelődjön benne a hormon. Azért nem szabad élveznie, mert az élvezet ugye az egy kielégültséget, tehát egy fékbehúzást eredményez, és így visszamarad a fejlődésbe az ember, nem testi fejlődésbe, hanem egyszerűen a lelki fejlődésbe, a szellemi fejlődésbe. Tehát nem érdekli semmi magyarul. Ezért csak tehát nem élvezettel kell csinálja a szex edzést, hanem csak hogy használódva legyenek a nemi mirigyek. És talán akkor a mellékvesét is így kell, nekem pedig a mellékvesét is így kell edzem, hogy gyakorlatilag valami olyan helyzetbe tegyem ki, ami edzi őket, ami meg is van gyakorlatilag, mert ugye a barnulok, tehát az ACTH ugye az nagy, az ACTH szinten valószínűleg néha sokszor, azért könnyebben barnulok, tehát gerjesze vannak, hogy termeljenek hormon, csak ők nem tudnak, mert elsorvadtak, mert az építőköveik, az építőanyagaik hiányoznak. Tehát olyan anyagokkal kell, C-vitamin, tudom, mellékvesékben van elraktározva, tehát C-vitamin nagyon fontos, és azt kell megszüntessem, ami nekem eleszi a C-vitamint a szervezetből. Hogy a C-vitamin a mellékvesékbe kerülhessen, és koleszterint kell legyek, sok koleszterint.
mert a koleszterin a hormonok építőköve legyen, miből táplálkozzon, és még nyilvánvaló sok olyan dologra kell vigyázzuk, hogy a vesénk ugye ne hűljön ki, és így tovább, és így tovább. De a stressz helyzet, ami az ACTH-ban megmutatkozik, és a barnaságban a folytonos stressz helyzet, az félig meddig jó, csak annyi, hogy le kell cserélni a rettegéses stressz helyett aktív, jó, határ, jó tehát aktivizáló stresszre. És ez nagyon fontos.